Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt ami nem gameplay. És most azért van rajtam szemüveg, hogy majd azon lássatok, ugyanúgy ott vagyok. Sziasztok! Tudtam, hogy ezen a vlog csatornán, ami nem vlog csatorna, bármiféle tartalmat szívesen előállítok, ami nem gameplay. És ebből kifolyólag elég sokan, hát elég sok videót kezdtetek el nekem küldeni innen-onnan. Azokról az emberekről, akikről videót küldtötök, azokról nem szoktam egyáltalán tartalmat nézni. De most, mai adásban, mai videóban, Visperton, Tamás, Tóni, Tom. Megérkeztem, annyira izgulok, Visperton videókat fogok nézni. Tamásról, Tóniról nem sok mindent tudok, azt tudom, hogy meleg. És le is döbbentem, amikor lehozta a videót róla. Nem gondoltam volna soha egyébként, hogy ő meleg. Tippeljetek, hogy mennyit bírok megnézni. Fogfehérítés házilag. Az utóbbi időben TikTokon hihetetlen trendi lett a Crest amerikai márka otthoni fogfehérítő kezelése. Így fel is ugrottam Amazonra rendelni egyet, hogy egy héten át én is kipróbáljam azt. Tudom, egy ilyen tuti juice-os ragasztószalagot. Bizonyjól hallottátok, rettentő vájra lett ez a rózsaszín csodapuki, egyébként céklatészta, amihez szükségünk lesz fetasajtra, krémsajtra, fokhagymára, fűszerekre, tésztára és a céklára. Ugyanis igen... Sziába nézem, úgyis dagadt vagyok, tehát nézzünk egy másikat. ...a Sky Show Time-tól, hogyha... Azért értitek amúgy, amit mondott Tamás? Tehát, hogy lehet érteni, lehet, hogy én vagyok, megint. Akivel bajok, de semmit nem értek, Tamás, semmit! Készüljetek velem egy Forma 1 eseményre! Ó, bizony! A mai nap találkozni fogunk Alonsoval, igen? Alonso! Alonsoval én is akarnék találkozni, most nagyon amúgy irigy vagyok. Alonsoval azért találkozni... Alonsoval! Premier! Forma 1! Nagyköveti piknik! Budapest Pride! Hihetetlen hálás vagyok az életemért! Egy közös az a... Meki! Barátnő hazajön munkából, gameszkózás, macskázás, iszonyatosan hálás vagyok az életemnek. Van ezekben az eseményekben. Bizony. De ezt megint nem jól adtam elő, mert össze kéne kenni magam szerintem mindenféle kenceficével, és akkor talán ti is jobban szeretnétek engem. Pillanat. Sziasztok! Szeretném, ha tudnátok, hogy ma Alonsoval fogok találkozni, aztán pedig hazajön a barátnőm, és miután Alonsoval találkoztam, azóta, utána minden rendben lesz. Hogyha Alonsoval találkoztam, onnantól kezdve minden rendben lesz, és hazajön a barátnőm, és annyira hálás vagyok az életemnek amúgy, annyira hálás vagyok. A fényvédő. Oké, okay, storytimer, mindazt fogjátok hinni, hogy egy begyaposodott nagymama vagyok. 10 éves koromban Törökországban nyaraltunk a családdal. Én pedig véletlenül elbóbiskoltam délben a tűző napon. Olyan szinten leégett a bőröm. Hogy mennyi szart kell már magára? Készüljetek velem! Here we go again! Tón, mi az Isten az a Pride? A Pride az LMBTQ emberek társadalmi elfogadására, láthatóságára, jogegyenlő... Hozhatom a... dezodort is. Mozgalom, nem csak egy színes unikornis puki meleg felvonulás. De Tom, miért van erre szükség? Azért, hogy érzékenyítsünk és harcoljunk a mindenkit megillető alapvető emberi jogokért. Tudod, azért, mert a társadalmilag elvárt nemtől el. Nem bírom, sajnos nem bírom követni, amit mond, ne haragudjatok. Befújtam magam, itt van a krém az arcomon, minden megteszek, de még mindig nem értem, hogy miről beszélsz, Tóni! Mert... Amúgy abban teljesen igazad van, hogy vannak ilyen, sajnos ilyen problémák. De ahogy előadod, és ahogy már ti is úgy hozzáálltok ezek az egészhez, az már kicsit túlzás szerintem. Kösebb vagy, mert nőként egy nőt, vagy férfiként egy másik férfit választasz. Hogy bírja a bőre ezt a rengeteg cuccot, bra? Programokkal és rengeteg csoda emberrel. Ha tehetitek, kérlek, nézzetek ki ti is a felvonulásra. És nem azért, mert melegek vagytok, hanem mert a szeretetet ünnepeljük. Ünnepeljük a szeretetet, fejlom anyámat. Kérjetek velem egy randira, New York City-be, tegnap este csengével. Csak egy garázsba elmentünk vacsorázni a Times Square-re, viszont mivel minden étterem tele volt, csak egy úgynevezett sharing table-höz, ilyen megosztós asztal, tudtunk leülni, ahol ott volt egy csapat velünk egy idős fiatal, és konkrétan egy specifikus, nagyon attraktív személy.
Imádom, hogy mindig ki van emelve, hogy milyen sok mindent elköltöttek, és hogy hol vacsoráztak, és hogy milyen szép helyen, és hogy az milyen drága. Örülök, hogy ilyen sok pénzed van, Tomika. Oda néz, azt a mindegy. Áj, annyira példaképek amúgy mind a ketten. Tehát, hogy na, ők legalább letettek valamit az asztalra. Ők letettek mindent is, mindent! Hát nézd meg, egy tökéletes élet. Hát nem minden ember ilyen életre vágyik. Szerintem simán. Tehát akinek nincs minimálisan olyan élete, mint a Whisper Tatamás Tóninak, az ássa el magát. Szóval nagyjából rájöttem egyébként arra, hogy csak álom lesz az, hogy olyan életem legyen, mint a Tamásnak, mert ilyen élete nem lehet bárkinek. Ilyen élete nem lehet bárkinek. Az én életemben ennyi alapozó és cuccok egyszerűen nem félnek bele. És hogyha valaki feljön ide, mondjuk egy fiatalabb néző erre a csatornájára, mit lát? Kihívás. Bármelyik videóra rákatintok, nincs videó, ami ne kringelnél be. Nincs videója, ami nem kringéznél be. Ami nem... Egy normális embernek a hátán nem állítaná fel a szört. Bármikre kattintasz az ő csatornáján, legyen az bármik, a kamerapozíciók, a mozgások, az artikulálások. Miért gondolja, hogy az vicces? Nem az! Nem tudok, nem, hát szeretnék se tudnék úgy élni, mint ő. Én próbálkozok, Eskü, próbálkozok legalább egy olyan videót találni, amit úgy tudok végignézni ezen a TikTok fiókon, ami nem rohadt kínos, csak egy! És ez a kihívás lehetetlen, nem lehet megcsinálni, nem lehet, itt ilyet nem lehet, lehetetlen kihívás. Nem, mert ezt tudtam, ez a pali belém fog találni. Ne, ez a kedvenc videóm, végig a faterja, a faterját figyeld végig. A faterját. Sziasztok, a mai videó... Margit, nem hiszem el Margit! Akkor mi szétkapom ezt a libát! Hülye vagy?